A Nyírmárvány Kft. Igazgyöngy alapítványa ebben az évben is megszervezte a nyári művésztelepet. Idén a szobrászok mellett festőművészekkel is bővült a csapat, így a tábor nevét is kőszintér, kőszobrász és festőművésztelepre változtatták. 2015-ben már nemzetközivé vált az alkotó műhely, Szlovéniából és Szlovákiából is érkeztek művészek. Gábor Bencsőről még most első alkalommal adott helyet a művésztábornak, ugyanis az a táborhely, amit mi szívesen és örömmel felajánlottunk ennek a képzőművésztábornak, illetve alkotótábornak, az most készült el. Amikor terveztük a tábornak a programját, egyeztettünk a vállalkozóval, Petro Attila úrral, és azt az igényét fejezte ki, hogy szeretné, hogyha itt megrendezésnek kerülne, és közösen szerveznénk meg úgymond ezt a tábort. Mi ezt készséggel tettük, hiszen Petro Attila Gábor Bencsőlői vállalkozó, és egy rendkívül korrekt művészetpártoló ember, úgyhogy örülünk annak, hogy helyt adhatunk a tábornak, a szervezésben részt vehettünk, illetve a lebonyolításban is. A művészek számára a Gáva Vencsellői önkormányzat biztosította a szállást és az étkezést, az alkotáshoz szükséges nyersanyagot pedig a szervező alapítvány adta. A kőszintér, kőszobrász és festőművésztelep egy kéthetes intervallumot ölelt fel. 10 szobrászművész és 10 festőművész alkotott. Szobrászművészeink bolgár mészkőből, egy bolgár mészkőtömbből kivágott alkotásokból kezdtek. Ez egy igazából elég feszített munkatempó, 2 hét alatt a több száz kilós műveknek az elkészítése, de örömmel látom, hogy teljesítették a feladatot. Nagyon különböző stílusú műveket figyelhetünk meg, mind a festőművészeknél, mind pedig a szobrászművészeknél. Található 2 barokk stílusú szobor is, és ugyanakkor felfedezhetőek a geometrikus, statikus formák. Ez mind-mind a művésztelepnek a sokszínűségét mutatja. Az elkészült műveket aukcióra bocsátják, az értékesítésekből befolyt összeget az Igazgyöngy Alapítvány további munkájának támogatására használják fel.